hazámat szolgálni. A Wigner Jenő Műszaki Informatikai Középiskola diákjai 2011 óta tanulhatnak katonai alapismereteket az országos kadét program részeként. Az elmúlt években önkéntes tartalékosok, tiszt és altiszt jelöltek kerültek ki soraikból, közülük sokan jelenleg is a Magyar Honvédségnél teljesítenek szolgálatot, hazánkban és a határon túl is. Az intézményben jelenleg összesen 99 diák vesz részt ebben a képzésben, szerdán pedig 22 elsős tavadtak kadetté. Ha elvégzem a sulit, szeretnék ugye menni főiskolára, tisztire, és a tisztit elvégezve pedig beszeretnék állni katonának. Az intézmény igazgatója Busák István elmondta, a következő tanévben újabb ágazati képzést indítanak, amelynek részeként a technika karbantartásáért és működtetéséért felelős szakembereket képeznek majd a Magyar Honvédség számára. A munkánk elismeréseképpen a Honvédelmi Minisztérium felkért minket, hogy az iskola, a Wigner Középiskola honvédelem ágazati képzést is indíthasson egy 30 fő körüli létszámmal a 2020-as tanévtől. Az ünnepségen Mirkóczki Ádám polgármestert és Berec Mátyás alpolgármestert is tiszteletbeli kadetté avatták.